Sziasztok, mi vagyunk a Hé Hallod. Nem sok idő van beszélni, úgyhogy az első számunkra sajnáltatom magam. Fényképen élem át a valóságot, a szemben mentetlen vagyok. Szeretnék ezt, persze, ez a kívánságom, aztán pedig alszok egy nagyot, mert mindig így szoktam, én mindig elszoktam. Itt ülök és sajnáltatom magam, hogy az ideálóknak adtam át magam. Senki sem veheti el álmakat kergetik, amik nem válnak valóra. Ez nekem megfelel, fényképen elmát a valóságot, a szemában tetlen vagyok. Szeretnék egy percet, csak kívánságom, aztán pedig alszok egy nagyot, mert mindig így szoktam, hát tényleg azt szoktam. Beszélek és sajnáltatom magam, hogy mások mit csináltak, mindig tudtam. A lényeg, hogy nekem legyen igazam. Néhátulnak és sajnáltatom magam. Néhátulnak és sajnáltatom magam. Néhátulnak és sajnáltatom magam. Néhátulnak és sajnáltatom magam. Hogy ez a műanyag üres vele, volt olyan jó volt, senki sem veheti el. Álmodat kergetik, amik nem válnak valóra. Ez nekem megfelel, hogy ez a műanyag üres vele, volt olyan jó volt, senki sem veheti el. Álmodat kergetik, amik nem válnak valóra. Ez nekem megfelel. Hé, hallod, ez a formációnak a neve. Mindjárt beszélünk egy picit magáról a névválasztásról is, mert biztos, hogy tök jó sztoria van, de itt a kezdés előtt azt mondtad, hogy most így hirtelen nincsenek is gondolataid, de azért, amikor dalokat írtok, vannak. Meséljetek egy picit a dal születésről és a tartalomról. Talán nekem van legkevésbé közöm ehhez. Egyetlen egy számunknak a szövegét írtam, és talán
általában, amikor próbálkozom dalszövegírással, ez mindig nehezen megy, mert talán a prózában könnyebben szabadjára engedem a gondolataimat, és így ilyenkor, amikor verszakokba szedve, és kijöjjön a szószám, szótagszám, minden, az általában nehéz, de... Mi is volt a kérdés? Bocsánat. A gondolataid. A gondolataid. Na, meg Dénesnek igen. A gondolataid. Igen. Jó. Neked hogy megy a dalszövegírás, vagy te hogy állsz ezzel a témával? Nem tudom, én olyan sokat nem agyalok rajta szerencsére, mert amint elkezdek agyalni, inkább akkor abba hagyom. Mert olyankor már nem lesz olyan mély idézőjelbe. Akkor mégis hogyan születnek meg a dalok? Hogyha neked nincsenek gondolataid, te nem akarsz agyalni rajta, akkor hogy lett ez a zenekar? Hát olyan az egész, én nem vagyok ilyen hívő, de egy kicsit olyan feeling, mintha valahonnan így kapnál valamit. És akkor, ha azt érzed, hogy jó, meg érzed, hogy megéri, meg akár kiráz a hideg még jobbik esetben, ugye akkor hát azt megtartod. És ez milyen tartalmat szokott szülni? Milyen témákról szerettek dalokat írni? Hát olyan, ami... Hát őszinte, meg lehetőleg még őszintén, meg még annál is őszintén, még a kellemetlen is, meg lehetőleg némelyik számnál arra is kellett figyelnem, hogy úgymond fel is nőjék a feladathoz, hogy ez a szám már olyan dologról szól, hogy basszus, ez jó, hogy ezt a mélyebb dolgot így már megért, vagy nem tudom, átéltem most, de előadni még éreztem, hogy ott még nem tartok ott azon a szinten. Na beszéljünk egy picit akkor a zenekarnak a nevéről. Hé, hallod? Kitaláltam egy jó pár nevet, és amikor még az elején a Levivel kezdtük, akkor még náluk próbáltunk a sufniban. Így épp annyi hely volt, hogy befértünk. És hát mindegy, beszélgettem vele is, meg a apukával, hogy nagyon jó arcok voltak mindig is, és hát akkor előjött a név, így beszéltünk róla, és akkor mondtam, hogy nekem milyen ötleteim voltak, meg egy-kettőt azért ők is hoztak, amúgy nem rosszakat. És egyszerűen elszavazzással döntöttük. Hát akkor még nem nagyon volt mások ismerősök, akinek megmutassuk, úgyhogy igazából nekem ez csak annyi, hogy én igazából úgy álltam ez a zenekarhoz, hogy én kortalannak képzelném, hogy az minden korosztálynak, mert hát ha valami annyira igazság, akkor az mindenkiről szól, ugye? De a név ez inkább ez egy kicsit ilyen újabb generáció, de én nem hiszek ezekben a generációkban, amúgy még ez is csak elképzelés valójában szerintem, hanem de az meg mégis valahogy vicces, hogy ez ilyen tök személytelen, hogy hé, hallod, és akkor itt van az arcodba, tessék. Hé, hallod, egyébként itt vagy, nem a munkahelyeden, nem a kötelesség, nem a kötelességeidet kell, hogy számításba vedd, hanem az, hogy most itt hogyan érzed, és mit érzed. És ez az, amivel nekem például a legtöbb problémám van, hogy mindig agyalok, és agyalok azon is, hogy most mit csináljak, és hogy az jó legyen, meg hogy majd a későbbiekben, vagy holnap, vagy egy órával később, egy másik helyen, majd ott jól teljesítsek, vagy nem tudom. Mindig kritizálom magam mások helyett. Azért ez nagyon érdekes, hogy még mindig csak a névválasztásról beszélünk, és már olyan életfilozófiákat fogalmaztatok meg olyan életfelfogásokat, amiket ilyen fiatalon ma már nagyon ritkán hallani. Nem ez a lényeg, hogy nem ez a lényeg, hogy nem ez a lényeg. Van egy másik zenekar, amiben most már mind a ketten játszunk, akkor még csak én játszottam kettőnk közül, és eljött az egyik próbára Dénes, és akkor találkoztunk először, és próba után oda hívott magához, és mondta, hogy akarsz-e saját zenéket játszani velem. Körülbelül nagyjából ennyi volt. Nem? Valami ilyesmi. Nem, meg ezt kicsit megdicséret. Igen, dicséret is elhangzott. És akkor mondtam, hogy még térjünk vissza rá, persze nem mondtam semmi konkrétumot, mert soha nem mondok semmi konkrétumot, és hát most is csak rizsázok. Szóval, és utána elküldte a számait, aztán akkor is azt mondtam, hogy hát megpróbálhatjuk, de majd, hogyha kezdődik a suli szeptemberben, akkor utána már úgyse tudom folytatni, meg minden, és akkor
talán egy héten belül el is kezdtük a közös próbálásokat nálunk, és azóta együtt zenélünk. Tekintsünk egy picit előre, 10 év távlatába, hogyha nézzük a zenekar. 10 év múlva mit akartok, hol fogtok tartani? Te válaszolsz, hogy én? Mind a ketten válaszolni fogtok, de Dénesnél van a mikrofon, úgyhogy ő kezdi. Hát persze, nyilván jó lenne ilyen nagy helyeken fellépni, meg még megismerkedni mindenféle idétlen zenekarral. De hát ismerünk olyanokat, akivel már szívesen fellépnénk, de hát ettől még nyilván ez nem most fog még összejönni. Levi, te mit gondolsz, hol fog tartani a zenekarotok 10 év múlva? Hát én igazából megelégszem azzal is, hogyha olyan közönségnek játszhatunk, aki legalább annyira szeretik a zenét, mint mi, és legalább annyira érdeklik őket is azok a dolgok, amik minket. És ez lehet egy kis klubban is, lehet az arénában is. Én azt mondom, hogy nem a közönségnek a száma határozza meg azt, hogy valami, nem is az, hogy jó, hanem igazából, hogy elérte a célját. Inkább az összetétele. Rosszalkodni, szerettem a hasamat, bele vagyok kontrollal. Mitől van rossz kedved, hozzám lógatod a fejedet, örülök, ha meglátlak, mert hozzád érve biztonság van. Te úgy játszod, én így játszom. Nem foglalkoztál velem, belső építész lettem. Foghatod a hajadat, bűntunat van, mert nem igazán szóval téged nagyon szeretlek, szavak nélkül is értelek. Sokat akkor is, ilyen sokat alszod. Nem harapok, nem harapok, nem harapok, nem harapok, nem harapok. A műsor felvétel helyszínét a Klub Hollywood biztosította.